Végre megálltunk, skacok. Van most időm videózni egy kicsit. Most elindultunk ide, ez lesz a nyári vlog 2. Hogy hova, az még titok, majd hogyha megérkeztünk, akkor elmondom. Úgyhogy akkor, srácok, menjünk tovább. Jaj, végre talaj. Videón egyáltalán nem lehet átadni, hogy nézzétek, hogy mennyire szép a víz, szép tiszta háttérbe, ott a dombok, hegyek, völgyek, ott úszkálnak, nagyon szép az idő, alig van felhő, jó, hát azért van pár, de nagyon szépek, és tényleg nem lehet átadni videó keresztül, hogy mennyire szép, na de még jöjjön pár videó. Szóval, skacok, vázolom a helyzetet. Az lesz most, ugye most már vágás volt, 16 óra 45 van, tehát 4 óra 45. Az lesz a dolog, hogy igazából elmegyünk a strandra, megnézzük, aztán visszaértünk, berendezkedünk, és horgászni fogunk, remélem fogok valamit. Úgyhogy ez lesz most így a koncepció. Most szerintem be fogok vágni pár képet, ami nagyon jól sikerült, úgyhogy aztán majd találkozunk valamikor. Szép ez a naplemente. Indulunk. Elfelé, aztán jön a horgászás. Na hát itt vagyunk, srácok. Jönnek rám a bogarak, ugyanis vakuzok most. Azzal világítok, hogy lássatok. Már horgászunk, amint láthatjátok. Ott van a bot. Jön a vonat. Itt repdesnek a bogarak. Fényre. Ott van bedobva a bot, amint láthatjátok, itt vannak a székek, ott a doboz, amiben a csalik vannak, itt a szép tó, amiből semmit nem látok, itt vannak a kövek, ugye, és ott a tó, ott lent. És várjuk a kapást, egyszer már volt egy, de sajnos elvitték a kaját, leszették róla, úgyhogy az nem sikerült. Próbálok mindent rögzíteni, alig van töltöttség a telefonomon, 24%-on van. Úgyhogy majd jelentkezek, hogyha történik valami érdekes, hát reméljük, hogy majd még legalább egy kopás legalább lesz, de annak örülnénk a legjobban, hogyha fognánk alapna, de jönnek rám a bogarak ezerrel, úgyhogy majd találkozunk valamikor.
mégiscsak muszáj vagyok megmutatni, hogy milyen szép itt a táj. Ugye ott a víz, és konkrétan nem tudom mennyire látjátok, ott azok a fények, ott messze, ott azok a fények, most így jól is lehet látni, így, ott azok a fények, konkrétan a túlparton, a, hogy hívják, bocsi a bogarakért, tele van bogarakkal konkrétan, szóval, amik itt repülgetnek, azért bocsi, tehát ott az konkrétan a túlsó part, ott, az a túlsó part, és hát ez a kilátásom, ugye közben figyelem a botot is, itt van lent, így jobban látjátok szerintem, ez így, ez a technika, ott a bot, ott a víz, itt vannak a kövek, itt ülök, egyedül, nem amúgy, majd jönnek barátaim, szóval reméljük még lesz kapás, de ezt az előbb elmondtam, gondolom megmutatom, hogy milyen szép a kilátásom ott is. Na, most már tényleg csak akkor jelentkezek, hogyha lesz valami érdekes dolog. Hát, skacok, tegnap nem sikerült. Sajnos halat fogni. Volt egy darab kapás, elúszott sajnos. Úgyhogy most gyakorolgattunk, dobálgattunk. Most bent van a bot, itt van mellettem, itt ülök, várok. Nézegetem a YouTube-ot, csekkolgatom, nézem az internetet. Be van dobva a bot, várunk. Ma még nem sikerült, gyakoroltunk, dobálgattunk, hát úgy a bójáig nem sikerült még eldobni, de ilyen maximum ilyen 35-40 métereket sikerült dobálni. Úgyhogy most, amint már mondtam, be van dobva a bot, várunk, ülök, nézegetem a YouTube-ot. Úgyhogy most bement barátom, nem tudom miért, szerintem eszik, vagy fogalmam sincsen, úgyhogy most... Nem bízta, hogy figyeljen, mert egyébként ez az ő botja, csak nagyon kedves volt és kölcsön adta, azt mondta, hogy én is horgászhatok vele, de most ő dobta be, úgyhogy ha kapás lesz, az az ő hala lesz. De természetesen ugye ez úgy működik, hogy nem várom meg, hanem föl kell kapni a botot és húzni kell. Tehát ilyenkor nem szabad gondolkozni, hogy az ő botja-e vagy sem, vagy hogy ő dobta be vagy sem. Tehát hogyha kapás van és csak én vagyok itt, akkor húzni kell a botot. Nem megyek bele a részletekbe. Úgyhogy most lerakom ide valahova a kamerát, aztán még fölveszek pár videót, hogy hát ha lesz kapásunk. Úgyhogy akkor kezdődjön a videó. Na, még gyorsan visszajövök, most így belegondoltam a dolgokba. Inkább nem veszem föl semmit, mert ugye víz van mellettünk, meg hogyha kapás van, akkor nem tudom normálisan rögzíteni. Úgyhogy inkább nem veszem föl a botot, de hogyha lesz kapás, akkor jelentkezek. Úgyhogy ennyit akartam volna még mondani, úgyhogy még itt várok. Na hát, most azért halkítottam le ezt a felvételt, mert ugye, amit láthatjátok, beszélek benne, de nem lehet hallani. Tehát azért halkítottam le, mert borzalmas felvétel lett. Sajnálatos módon nagyon rossz lett a hangminőség, alig lehetett engem hallani ugye a rossz hangminőség mellett. Illetve fáradt is voltam, nem tudtam normális videót már fölvenni. Azt gondoltam, tegnap este fáradtam, miután fölvettem ezt a videó részletet, hogy ez majd jó lesz. Úgyhogy inkább lehalkítottam. Igazából fölösleges dolgokat is mondtam benne, de azért elmondom, hogy ne. Tehát elmondom ezeket a dolgokat, hogy ne legyen belőle baj. Annyit mondtam el a videóban, hogy már készülődünk a lefekvéshez, ugye, hogy aludjunk, illetve még azt mondtam el, hogy elszakadt a Damil sajnos a boton, ezért nem sikerült több horgászós felvételt készíteni, igazából be akartuk dobni a botot, barátom beszerette volna dobni, túl nagy volt a lendület, és leszakadt az egész főszerelés, az etető, a haletető, ami rajta van, amiben bele kell tenni ezt a összegyúrt cuccot, illetve a horog is leszakadt, szóval az egész botot újra kell csinálni. Szóval ennyit mondtam el ebbe a videóba, de tényleg úgy gondoltam, hogy ezt így szeretném megcsinálni, ugyanis tényleg borzalmas lett ez a felvétel. Na, de ennyi, nézzétek tovább a videót, hát hamarosan vége, de attól még ezt a kis részt légy, nézzétek meg.
Ja, és igen, itt nyugodtan tekerjetek bele a videóba, ugyanis egy kis üresen hagyott videó fog menni hang nélkül, tehát semmi értelme nincsen, de most már nincsen annyira sok belőle, de azért higgyetek nekem, tekerjetek inkább bele. Nácskacok, már hazaértünk réges-régen, bocsánat a tegnap esti felvételért, nagyon fáradt voltam, nagyon nyűgös. Hazaértünk, most fogunk majd ebédelni. Hát, jó volt, igazából én élveztem eléggé. Úgyhogy skacok, ennyi volt ez a videó, remélem tetszett, és remélem, hogy nem baj, hogy ennyire hosszú lett. Én Miron voltam. Sziasztok!